jön tehát az Iváldiak vicces naplója. Közel aztán a kocsmába, te meg maradj ágyba. Gyors úszás a fűben, ralli talicskával, avagy speciális faluna Ivádon. Látott-e már ilyen autót? Két óra van. A féle rendhagyó nemzeti vágta, lovak és persze tét nélkül. Ez egy olyan görbe tükör, hogy a fókusztól fölgyullad a falu. Tehát ma mindent lehet, hiszen a batyús galop, amely legalábbis Ivádi Gábor polgármester szerint majd hagyományt teremt, pontosan erről szól. Én nem nagyon leszek komoly ma. Ezt már most reggel valamiért elhiszem neki. Ez valami hiperundorító, nem? Hogy illik a batyús galophoz? Hát igen, ritkán látni egy település első emberét efféle szituációban. De a megnyitóig még van egy kis időnk nekünk, mert rajtunk kívül a nagy melegben már mindenki lázasan készülődik. A WC tartályt húzó Bobby is. Muszáj volt, gyakoroltunk ennyit és annyit is. Legalább 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás és 8 óra alma. Na hát akkor, ja, a munka nincsen benne. Jó van, na, mert az 8 óra szórakozás, 8 óra alvás, 8 óra pihenés. Na hát a munka az hol van? Bobby, gyerünk! A népviseletbe öltözött asszonyok. De ez hány részed? Sok. Hát szépen van, hát. Hol van? Tessék utat! Na, ma megint! Ki vitte pedig? Ez a pendő? Igen. És az alkalmi szakácsok is. Bemutattam a sépet. Aki éppen nyúlbőr pörköltet készít, a csapat többi tagja pedig már ekkora domboldalt kémleli. 71 éves vagyok, de még ilyen pajon nem voltam. Ilyen pajon. Kipróbáljuk. Kint elvetem magam, most ide legújulok. Mert hogy Ivádon nem csak a tükör, de a focipálya is görbe. Meglehetősen. De ez nem lesz akadály, mindjárt meglátják. Szóval Ivádi Gáborra sétálgatok, aki ezzel a rendezvényen a kis települések igencsak szűkös anyagi helyzetére szeretné felhívni a figyelmet. Szeretné, ha mindenki látná, hogy hiába nincs pénzük, attól még tudna önfeledten mulatni. Mi az Ivádnak egyetlen forintjába sem került. Ez mind-mind felajánlásból érkezett, ugyanis az embereknek nagyon nagy szükségük van arra, hogy egy kicsit kieresszék a gőzt, hogy ne kelljen az égvilágon semmi mással foglalkozni, csak bolondozni egy kicsit. És abban még a hastáncos lányok ijesztegetése is belefér. Jobban álltátok a feleteteket! Fogják, de nincs idő szaporítani a szót, meg kell nyitni a rendezvényt. Hangot kell ráadni, az a titka. És akkor szól. Azt nem mondtad. A verseny győztese az lesz, akire én azt mondom. Induló is akad szép számmal, csak hát a szabályokkal nem igazán vannak tisztában. Batyús galopon nem indulnak? Én nem tudom, mivel mi hogy van. És ezzel Géza bácsi nincs egyedül, de ma ez nem számít. Eldördül a startpisztoly. Vigyázz, kész! És elindul a batyús galop. Biztos az, hogy elindulunk. Azt hiszem, hogy technikát nem tudjuk. Oké, üljél föl. Mehetünk, de hullámozzon. Toljuk magunk előtt az ország szekerét, akarom az ideál a talicskáját. Vigyázz! Fire! A csajoknak nincs humorú. Nekünk meg kell nézni bennünket is. És csinosabbak is. A beteg kísérő. Minek kísérjük a köpőt. A
apácák, a strúc tojást gurigázók, a talicskás rallisok után pedig a kétórú autó következik, amelynek Ivádi Gábor sem tud ellenállni. Legalább a tetejére hadd üljek fel. Van hely belül is. Amíg Ivádi Gábor autózik, addig másik négy Ivádi Gábor is produkcióra készül. Mivel hogy Ivádon mindenki Ivádi, így nem meglepő, hogy a Molinóra nyomtatott igencsak hosszú Ivádi családfám teszik meg a Batús Galop 40 méteres távját. Ivádi specialitása volt, amit láthatatok. Ennyivel tudtunk a mai nap szolgálni. Mondd már elég szíja a részvevőknek sorát. Ivádi Gábor, Ivádi Gábor, Ivádi Gábor és Ivádi Gábor. És te melyik vagy? Ivádi Gábor. A távot egyébként minden csapat pontosan 1 perc 10 másodperc alatt tette meg. Ennél azért jóval több időt vesz majd igénybe, beszéltálni a domboldalra. 4 csapatunk van, az már bajnokság. Az bizony, nem is akármilyen. Hajrá Lován! Hajrá Lován! Hajrá Ivád! Aztán előkerül egy ehhez a pályához elkészített horgászbotra erősített pöttyös labda is. Azt a labdát nem lehet rúgni, nem mondani kell, hogy hová szeretnétek továbbítani. Ez leginkább a hölgyeknek megy nagyon könnyen. Gondolná, hogy ezen is lehet játszani ezen a pályán. Azt hiszem, nem árulok el nagy titkot azzal, hogy a foci bajnokság eredménye is döntetlen lett. Önökre annyit szokott mondani, hogy gyönyörösek minden, úgyhogy mindjárt távozom. Belőle meg kell nézni a hastáncos lányokat és a tánkánozó asszonyokat is. Nagyon alacsony nekünk a színpad. Alacsony a költségvetés. Azt gondolom, hogy ezzel vége is a napnak, de Ivádi Gábor újabb meglepetéssel szolgál. Én anyakönyvvezető vagyok, és ez most hivatalos eljárás lesz. Mármint Subic Robert és párja esküvője. Mi történik veled, hogyha nem veheted el most rögtön a kedvesen? Várjál, mondd még egyszer. Lehet? Szóval meghassad a szívem, ha nem vehetem el rögtön a mennyasszonyomat, és holtan fogok összerodni a színpadon. Ivádi Gábor ezt nem kockáztatja meg, pedig elvileg a házassági szándékot 30 nappal az esemény előtt kell bejelenteni, kivéve a közvetlen életveszély áll fent. Gábor szerint jelenleg ez a helyzet. Ez egy teljesen hivatalosan jogilag érvényes házasság, amit most itt kötöttünk. Ennek biztos, hogy lesznek következményei, amit jelen pillanatban nem tudok, hogy micsoda. Most vagy nem leszek tovább polgármester, amiért összeadtam, vagy pedig az következik, hogy minden ilyen őrült engem fog megtalálni. És mostantól kezdve Ivád lesz a magyarországi Las Vegas, vagy Gretna Green. A Batyus Galopnak annyi, úgyhogy van egy férjünk és egy, hogy hívják, feleség. Van egy férjünk és egy feleségünk. Önök most a nász nép. Nem kell kétszer mondani, senkinek sem. Ivádi Gábor, ugye Ivád első embere, nagyon reméli, hogy a spontán esküvő ellenére még jó sokáig az is marad. Szóval ő úgy döntött, hogy hiába ürült ki teljesen az önkormányzat kasszája, attól a falunapot még muszáj megtartani. És úgy tűnik, hogy jól döntött, mert hogy láthatták, gazdasági válság ide vagy oda, az ivádiak jókedve határtalan. A TV2 naplójában Barcai Gabi riportját látták.